Grecsó Krisztián napjaink egyik legolvasottabb kortárs szerzője, író, költő, szerkesztő, újságíró. Korábban a Bárka folyóirat szerkesztője, a Nőklapja vezető szerkesztője, a Szépírók Társaságának alelnöke volt. 2009-től az Élet és Irodalom prózarovatát szerkezti. A Plegyka Anyu című kötetével robbant be az irodalomba 2001-ben, alkotó munkásságát azóta számos díjjal ismerték el. Ír drámát, verseket és zenél is. A február végén megjelent Vera című regénye Szegeden játszódik 1980-ban. A címszereplő az Általános Iskola 4. osztályába jár. Apja a Honvédségnél dolgozik, a mamája minden nap várja őt tanítás után, de a kislány biztonságosnak itt élete pár hét leforgása alatt megváltozik. Bár a történet gyerekekről szól, és sokan úgy gondolják, ifjúsági regényt jelentetett meg az író, a valóság azonban egészen más, hiszen a történet éppen azt a pillanatot fogalmazza meg, amikor a gyerekkor paradicsomi állapota elvész. Szerintem egyetlen meghatározása van az ifjúsági regénynek, miszerint ha a szerző ráírja, hogy ifjúsági regény, akkor az. Mert hogy annyi féle ifjúsági regény van, hogy nincsen szűkebb definíció, erre a szerző nem írta rá, hogy ifjúsági regény lenne. Sőt, hite szerint nem az. De ha a fiatalok is kedvel olvassák, akkor én nem akarom tőle őket elhajtani. Sőt, nagyon örülök, hogy vannak egészen fiatal olvasói is. Grecsó Krisztián legújabb könyvéből kiderül, hogy a családi titkokat felfedni nem csak tudás, de bátorság kérdése is. Bela felismeri, vannak helyzetek, amikor idő előtt kell felnőttként viselkednünk, és hogy fel lehet nőni a feladathoz. A 11 éves önmagamból voltam kénytelen kiindulni. Az én megfelelési kényszereimet, az én szorongásaimat kapta, mindezt természetesen átütötte Szegedre 1980-ban, amikor még mondjuk a a pszichológiai köznyelv, vagy a pszichológiai nyelv nem folytárnyi át a köznyelvbe. Tehát manapság azt a szót, hogy szorongás, azt mindenki ismeri, teljesen természetesen használjuk. Ez nem volt így 1980-ban, tehát például Vera erre egy saját szót talál ki, mert érzi, hogy valami fura érzés, de nincsen rá szava, ezt szomorú izgulásnak nevezi. Szóval, hogy ezeket a kényszerességeket, ezeket a tulajdonságokat tőlem kapta, én igyekeztem azt is beléplántálni, vagy azt is beléoltani, amit én tapasztaltam gyerekkoromban, mi szerint, hogy sokkal komolyabb és merészebb dolgokról gondolkodtam 11 évesen, mint amely dolgokat nekem állítólag gondolnom kellett volna. A remek hangulatú este a nézők megtudhatták, miért szereti Gecsó Krisztián szabó Magdát és kosztolányit, és azt is, hogy mi köze van a pálutai fiúknak verához. Az író most nem új regényen dolgozik, leginkább tárcákat és vercseket ír, jövő összel verseskötet kiadására készül, és szeretne egy énekelt verses CD-t is megjelentetni. Tervei között szerepel egy olyan új kötet, amely akár a vera folytatása is lehetne majd.